Ünnepélyes keretek között adták át a pécsi egyházmegyei könyvtár épületét csütörtökön. Teljes berendezéssel várja mostantól a kutatókat az intézmény. Az egyházmegyének egyedül nem lett volna pénze a felújításra, mondta a pécsi megyés püspök. Újjá kellett varázsolni egy épületet, berendezni, és nagy-nagy hála az állami támogatásnak, mert 1 milliárd fölött volt, és azt gondolom, hogy ugyanakkor meg az egyetemet, a várost, Baranya megyét, sőt, ugye most már elindultak az országos könyvtár használatok, tehát bárhonnan lehet kutatni, nem kell fizikailag személyesen eljönni. Itt az egyházmegyei gyűjteményt nyitották meg, ami az elmúlt évtizedek alatt jött össze. Ez komoly értéket képvisel, mondta az átadón Hoppál Péter képviselő. Ez sok-sok hagyatékból és örökségből, meg a kommunizmus szomorú évtizedeiben, ugye szerzetesrendeket feloszlatták, az ő könyvtáraik is itt vannak, különböző kiürült plébániák könyvtára is ide kerültek, úgyhogy azt mondhatjuk, egy nagy tudományos új helyszíne a pécsiségnek létrejött, ami egyben helytörténeti vonatkozásokat is bőségesen rejt a kutatók és a mindennapi ide látogató olvasók számára. Az államnak feladata, hogy bemutassa mindazt az értéket, amit a kereszténység alkotott az elmúlt évszázadokban. Erre példa ez a könyvtár, és nincs igazuk azoknak, akik leszólják ezt a hagyományt, mondta a megnyitón a szakállamtitkár. Sötét középkor, hogy az egyházaknak az értékteremtő ereje az a nullával egyenlő, ezt mi bemutassuk, hogy nem igaz, illetve felülírjuk ezt a gondolkodást. Főleg azok irányában, akik ráadásul most megtagadják a múltat, rombolják elejéket, hősöket, szobrokat döntenek le, könyveket tiltanak be, csak azért, mert az úgynevezett mai politikai korrekt kornak nem felelnek meg. Kereszténység nem csak önmagába zárkozó, hanem kifele nyitó is, ez a könyvtár is ilyen. A pécsi egyházmegyei könyvtár állománya 50 ezer dokumentumot tartalmaz. A neki helyet adó épület és környéke, a Rózsakert 1 milliárd 19 millió forintból szépült meg.